Szép estét kívánok, folytatjuk évzáró ünnepi beszélgetéseinket. Ma esti vendégem Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója. Tisztelettel köszöntöm. Jó estét kívánok mindenkinek. Először is gratulálnék, hiszen az elmúlt napokban került nyilvánosságra, hogy megválasztották a szenátust, és társelnököt tisztelhetünk Szikora Jánosban, tehát Székesfehérvár önkormányzatának, szenátusának a társelnöke. Erről majd fogunk beszélni röviden, hogy milyen terveket szőtt, ugyanakkor nagyon fontos számunkra az évad. Két évadra kell, hogy szó essék, egyik oldalról a 2018-19-es első fele, és a most indult, szeptemberben indult második. Én azt gondolom, hogy ha a 2018-19-es évadról beszélünk, akkor mindenképpen előjáróban a Perely uramról kell, hogy szó essék, és az ember tragédiájáról. Az ember tragédiájának decemberben volt a bemutatója, a premier, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan nagyévű vállalkozás volt mindenféle értelemben, ami meghatározta az egész színházi évadot. Ugye négy rendező, a színház művészeti vezetése, ön, Hargita Iván, Bagó Bertalan és Horváth Csaba, és azt gondolom, hogy a társulat minden tagja maradandót nyújtott. Köszönöm ezeket az elismerő szavakat. Az igazság, hogyha nem csak az évadot kéne jellemezni, hanem akár a mögöttünk álló 7 éves periódust, abban is kiemelkedő szerepe jutna az ember tragédiája bemutatójának, sőt, tulajdonképpen az első helyen említeném. Azért említeném, mert igazából ebben az előadásban csúcsosodott mindaz a munka, erőfeszítés, energia és ambíció, ami ezt a társulatot jellemzi. A Vörösmarty Színház társulata egy rendkívül homogén, összeszokott és összetartó csapat. Bátran mondhatom ezt, noha az elmúlt 7 év alatt elmentek színészek és jöttek újak, de ezek nagyon kevesek voltak. Egy vagy két színész ment, ugyanannyi jött, de alapvetően a magja a társulatnak az változatlanul maradt. És ennek a változatlan összetartó csapat munkának köszönhető, hogy belemertünk vágni az ember tragédiája első hallása talán blöffszerű megvalósításának, hogy négy rendező rendezi. És ugye nagyon sokan már az indulás pillanatában nekünk szegezték a kérdést, hogy nem féltek attól, hogy ebből valami hülyeség lesz, vagy valami káosz, vagy valami stiláris zagyvaság. Hogyan lehet ebből valami egységes dolgot kihozni? És hát most már mögöttünk vannak az előadások, mögöttünk van a sikeres kritikai visszhang, és jó érzéssel mondhatom, hogy nem hiába vágtunk bele a fejszénket ebbe a nagyon nagy műbe. Fantasztikus előadás született, tehát repes a lelkem, ha erre az előadásra gondolok, meg ha arra is, hogy miért is voltam én itt igazgató Fehérváron, mit tudok, mint igazgató felmutatni, mi az az eredmény, hát ez mindenképpen az. Boldogság és megelégedés, és nem csak művészemberként mondom ezt, hanem igazgatóként is, hiszen az egy dolog, hogy mi művészek elégedettek voltunk a létrehozott eredménnyel, de hát azért vegyük figyelembe, az ember tragédiájáról van szó, 4 órás előadás. Nehéz, különösen egy olyan korszakban, amikor az ember más se hall, mint az, hogy jaj, ne kezdjetek nekem valami drámát a színházban. Én nem azért megyek a színházba, hogy drámát lássak. Én ki akarok kapcsolódni, jól akarom érezni magam, nevetni akarok, ne gyertek nekem a tragédiával. És akkor tessék, itt van az ember tragédiája 4 órán keresztül, és ott maradtak. És végignézték, és lelkesen tapsoltak, mert igenis mindezen vágyak, és akceptálható vágyak a mai rohanó világban. Igen, az emberek kikapcsolódni vágynak, lazítani vágynak, és akkor bejönnek a színházba, és nem tudnak lazítani, de mégis helyette kapnak valami olyan pluszt, olyan váratlan tartalmat, amire rájönnek, hogy igényük van. És az egy dolog, én most a felnőttek nevében beszélek, és őszintén szólva rettegve vártuk az első diák előadást. Na most mi lesz?
Igen. Itt maradnak, egyébként zajonganak? Igen. Mi lesz? Visszacsatolva a sajtótájékoztatóra, ami Budapesten volt, és ott Hargita Iván, Bagó Bertalan és Horváth Csaba is elmondta, hogy miként képzeli el a maga részét ebből, és természetesen ön is. Mi is attól tartottunk, hogy a fiatalok mennyire vonzódnak ehhez a darabhoz, és kiderült számomra is, hiszen számtalanszor volt alkalmam megnézni, és a visszajelzéseket is meghallgatni, hogy a diákságot is megfogta. Így van. Tehát én sajnos nem voltam jelen azon az előadáson, de ez mindjárt az első diák előadás szériák elején volt, ahol a diákok nemhogy nem mentek el a szünetbe, hanem feszült figyelemmel figyelték, és a végén felállva tapsoltak. Ez nagyon ritkán történik meg, azért az ember tragédiája az nem a Pál utcai fiúk, és mégis megtörténhetett ez a nagyon felemelő pillanat. Tehát valóban az ember tragédiája az egy összegzés, egy gyümölcs, egy szüret. Szüretet tulajdonképpen az elmúlt évek művészi munkájának, és egyben egy magvetés is. Magvetés, hiszen azért többeknek feltűnt, hogy a plakáton az volt kiírva, hogy az ember tragédiája egy. Igen. Mi az, hogy az ember tragédiája egy? És ugye rögtön az elején nyilvánvalóvá tettük, hogy amikor ennek a műnek a megvalósításába kezdtünk, már ott volt a fejünkben az, hogy azért vágunk bele ebbe, mert szeretnénk folytatni gondolatban mindenképp, illetve szeretnénk ehhez írókat is találni. Igen, ez remek volt ez a gondolat. Ugye az Závada Tasnádi Márton László, Térei János sajnos nem lehet köztünk, és ő nem is látta ugye a premiért, pontosan ezért már akkor betegséggel küszködött. Tehát mi történik akkor most a második résszel? Boldogan számoltak be arról, hogy a napokban írták alá az írók a szerződést, és elkezdték a munkát. Térei János helyét Darvasi László vette át, így Darvasi László, Závada Pál, Márton László és Tasnádi István a négy szerző. Tulajdonképpen megőrizzük a keretes szerkezetét a tragédiának, megőrizzük a verses szerkezetét, és történetben pedig elkezdjük a bellepokban, tehát tulajdonképpen a boldog békeidők pillanatában, és ez az első epizód a Titanic elsüllyedésével zárul. Ugye ez egy jelképes pillanata volt az egész kultúrának, az európai kultúrának, történelemnek. 1932-t írunk, amikor a Titanic elsüllyed, és néhány évre, kavartam a dátumokat, 1912-t írunk, amikor elsüllyed a Titanic, tehát két évvel vagyunk a nagy világégés előtt, és aztán lángba borul az egész világ. Végig haladunk a 20. század nem túl szívderítő történetén, hogy belépjünk a 21. századba, és hát ha most így a 21. század elején élőként végig tekintünk a világon, hát nem fakad dalra a szívünk, nem fakad mosolyra az arcunk, nem látunk túl sok örömet. És ugye ismét itt van, felmerül a Madácsi kérdés, hogy érdemes ezt végigcsinálni? Hát tanult valamit az ember? A 20. század nem annak cáfolata, hogy semmit nem tanultunk, minden ismétlődött, csak legfeljebb annyiban változott, hogy még szörnyűbb lett. És Madácsnak, ahogyan a történelem szörnyűségein végigvezeti az emberpárt, és a legvégén a kétségbe esett ember számára mégis van egy megoldása, egy váratlan megoldása. Ugyanígy a mi számunkra is volt egy feladat. Minek mutassuk most meg a nézőknek a 20. század borzalmait? Itt jön ki a könyökünkön, ezt nézzük újra. Bilános. Mit tudunk mi? Tudunk mi egy csavart mondani, mutatni, egy csavart, ami egy gondolat, ami arról szól, hogy ne veszítsétek el a reményt, mert a világban benne van a remény. És miután ez megszületett, ez a gondolat,
Ezt most nem árulnám el, hogy mi, mert ugyanolyan meglepetés, hogy az ember tragédiája végén egyszer csak elhangzik az a mondat, hogy anyának érzem, ó Ádám, magam, és akkor onnantól kezdve minden megváltozik. Itt is az ember tragédiája kettő végén elhangzik egy olyan gondolat, aminek a jegyében minden megváltozik, tulajdonképpen az embernek a világ szemlélete kell, hogy megváltozzon, és akkor már értelme van annak, hogy élünk, értelme van annak, hogy színházba járunk, értelme van annak, hogy az életünket nem érezzük hiába valónak. Igen, egyetértek annál is inkább, hiszen ahogy az imént fogalmazott, hogy ugye első világháború, második világháború, 56, rendszerváltás csak itthon. Aztán szuezi válság, vietnámi háború, és sorolhatnám az összes többit, ami a világban befolyásolta a mi mindennapjainkat, ehhez mindenképpen kell egy olyan adalék a végén, ami megnyugtat. Perej uram. A Perej uram Székesfehérvárnak is nagyon fontos. Fontos azért, mert Sobor Antal tanításain egy nemzedék nőtt fel, mint pedagógus, emellett kiváló író volt, és az ő Perej uram című kisregényének színpadi adaptációja, amit ugye Román Károly tanár úr, aki szintén sajnos nincs már velünk, nevéhez fűződik, egy nagy kihívás volt. Annál is inkább, mert hogy ez nem igazán egy színházi darab, viszont egy olyan időszakot ábrázol, mutat be, ami a 48-49-es forradalom és szabadságharc után annak a hozadéka volt. És azt hiszem, hogy ez megint is elnyerte a nézők rokonszenvét egyik oldalról, másik oldalról pedig ugye a Nemzeti Színházban március 14-én is sikert aratott. Ennek a ember tragédiája, vagy bocsánat, ennek a Perej uram Nemzeti Színházos előadásának volt egy, azt hiszem túlzás nélkül mondhatom, történelmi pillanata. Ez nem a színpadon történt, hanem utána a fogadáson, ahol a szereplők találkoztak néhány részvevővel, és készült egy csoportkép, és ezek nem voltak mások, mint a két kivégzett pap ma élő rokonai és leszármazottai. Mert vannak. Szikszai János református, kivégzett református lelkésznek ott volt a dédunokája és az egész családja. Manzbart Antal katolikus papnak volt egy testvére, és az ő leszármazottai őrzik a családuk mártír hős fiának emlékét, és ez a két család találkozott a szereplőkkel, készült róluk egy csoportkép, és ez egy egészen kivételes és megrendítő pillanat volt, hogy a színház művészei ábrázolnak egy történetet, és annak a történetnek a valós személyeinek a történetét hordozó családtagok is ott vannak és jelen vannak. Csodálatos, szép pillanat volt. És mindezt azért mesélem el, mert a Perej uram egy olyan lokális történet, amit azok az emberek, akik nem ebben a régióban élnek, nem ismernek. Én, aki ugye nem vagyok székesfehérvári, szégyen szemre, amikor a kezembe akadt az írásmű, az özvegy juttatta el hozzám, és elolvastam, és első pillanatban zavarba is jöttem, azt se tudtam, hol van Csákberény. Mekkora bunkóság, nem? Nem hát tudtam, hogy hol van Csákberény. Itt van tőlünk egy kőhajításnyira. Tehát, hogy kéznyújtásnyira itt vannak helyek, amelyek hihetetlen történelmi emlékeket hordoznak, és nem tudunk róla. És amikor ez ismét napvilágra jön, akkor az emberek rácsodálkoznak a múltra, és ilyen értelemben rácsodálkoznak a saját jelenükre is. Sorsszerű volt, hogy ez a kezünkbe kerüljön. No, és ezen felül pedig hát a megtelt táblákról kell, hogy beszéljünk. Annál is inkább, hiszen azt, hogy pontos legyek, az évadban 16 ezer bérletes volt, 104 ezeren látogatták meg az előadásokat, 7 ezerrel többen, mint az elmúlt évadban, és voltak fantasztikus előadások. Kezdjük talán a könnyed műfajjal, ami kicsit másként, a Black Comedy és a Chicago mindent vitt. A Pál utcai fiúkkal együtt teszem. Ez így hozzá. Van, de hát azért tegyük hozzá, ugye, nem esünk le a székről a meglepetéstől, hogy a Chicago nagy siker. Az egy másik kérdés, hogy
Horváth Csaba, az egészen kitűnő, tehetséges rendező, koreográfus, itt pár évvel ezelőtt Carmen című előadásával nagyon sok néző rosszallását vívta ki. Azt mondták, ja Istenem, ha Horváth Csaba rendezi, el sem megyünk a színházba. És azért messze rácáfolt arra, hogy ő a műfajokban a hihetetlen tehetségével jól gazdálkodva olyat is tud alkotni, ami széles népszerűségnek örvend. A Black Comedy az egy érdekes dolog, mert most ugye, hogy ide jöttem a stúdióba, ugye verőfényes decemberben jöttem ide, de hát hogy tegyem hozzá, hogy egy évvel ezelőtt akkor nagyon nagy zimankó volt odakint. Bent pedig gurultak a színészek a kacagástól. Tehát hogy ez egy olyan típusú komédia és vígjáték volt, amit próbálni is nagyon jól esett a színészeknek, és ahogyan egy gyerekre mondják azt, hogy jókedvébe teremtette az Isten, hát ez is egy olyan előadás volt, hogy jókedvébe teremtette az Isten, és ezt a jókedvet, ezt sikerült árasztania is magából, ennek is köszönhető, hogy mindenütt, ahol jártunk vele az országba, sikert aratott, a Városmajori színpadon ott díjat is kaptunk vele, úgyhogy nem is tudjuk levenni, nem is akarjuk, tehát ameddig még erre kereslet van, biztosan ez lehet rá jegyezni. Mint ahogy nekem, tehát nagyon sok remek színházi előadásban volt részem, nekem is, de én különleges elfogultsággal néztem a régi módi történetet. Nekem az mindent vitt el, kell, hogy mondjam. Én azt gondolom, hogy az a fajta megközelítés maga a csoda volt számomra. Számunkra tehetem hozzá. Ez érdekes, megadatott nekem te a sors kegyelméből. Békés Csabán, őszintén szóval már nem emlékszem, hogy milyen apropóból kerültem a színházba. Hát bocsánat, de egy Szabó Magda bemutató kapcsán az akkori színház igazgatója meghívott, aki az én osztálytársamból, és egy asztalnál ülhettem, illetve asztaltársa voltam Szabó Magdának, és egy egész estét beszélgethettem vele. Magában ragadott a személyisége, az intelligenciája. Ugye az a típusú intelligens, szép asszony volt, akiről az ember nem életkorokban gondolkodik, mert az intelligenciájának a belső szépsége és vitalitása átüt rajta. Tehát tényleg egy magával ragadó egyéniség volt. És most a régi módi történet sikerét látva, azt kell, hogy mondjam, hogy el is indítottunk egy Szabó Magda ciklust, ha úgy tetszik, a színházban, hiszen éppen most próbálják az a szép Fényes nap című produkciót Bagó Bertalan rendezésében, és a napokban áll össze a következő évad színházi programja, amiben már most bizton állíthatom, hogy abban is lesz egy Szabó Magda bemutató, és ez pedig az az Ajtó című színdarab, amiből a Szabó István féle nagyszerű A napfényízet című filmje is készült. Nem feledkezhetünk meg Vernierről sem, hiszen a 80 nap alatt a föld körül is veretes darab és nagy sikert aratott minden korosztályban. Kicsit más volt, mint amit megszoktunk, más volt az adaptáció, de én azt gondolom, hogy ez is siker. Emellett ugye a Kartonpapa vitt, és itt ragadom meg az alkalmat, hogy mondjam, hogy a Médiacentrum rövidesen elkészül azzal a tévéfilmmel, amit a Hargita Iván rendezte, Kartonpapából készült. Remek lesz, ezt ígérhetem. No, viszont akkor látogassunk el. Ja, Pál utcai fiúkat említettem. Az nem egészen a miénk, de a miénknek érzi. Szerintem minden magyar, fiatal vagy kevésbé fiatal magáinak érzi, és számtalan székesfehérvári fiatalt köszönthettünk. Tehát az is egy csoda. Viszont kell, hogy szó essék a Pelikán Kamaraszínházról, hiszen a megújulást önnek köszönhetjük elsősorban, annak a gondolatsornak, amelynek mentén egy felhívást tett közzé, majd a szakmai eszközökkel is tett azért, hogy valóban megújuljon a Pelikán. És ehhez megérkeztünk most már tulajdonképpen az idei esztendőn. Régi adósság ez, és a számomra a legjobb érzés, hogy most, ha elmegyek a Pelikán előtt, már jó érzéssel kihúzhatom magam.
Eddig, ha elmentem a Pelikán előtt, csak lesújtam a fejemet, leszektem a fejemet, hogy ne ismerjenek föl, mert szégyeltem. Szégyeltem, ahogy kinéz az épület, ahogy kinéz a kapu, ahogy kinéz a színház maga. És hát ennyi időnek kellett eltelni, hogy végre eljussunk a jobbítás, a megújulás szándékával ahhoz, hogy a Pelikán, ami egyébként, és szeretném mindenki számára tudatosítani, a magyar színház történet rendkívül ritka építészeti emléke. Tehát a magyar színház történetnek egy fontos fészke volt a Pelikán udvar, és ez a mai nap is látható esztétikai környezetében, építészeti környezetében. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos hely. Ha most valaki eljön a Pelikán terembe, akkor tapasztalja, hogy a belső tere is megújult, elsősorban a közönségváró része, de megújulás előtt van, és átadás előtt van a kapuzat, illetve az egész bejáratnak az átalakítása. Nagyon szép freskóval, Petőfi szoborral, az épület történetét és az adakozók nevét megörökítő emléktáblákkal. Ennek az ünnepélyes átadása még várat magára, viszont a tartalmi megújulás már tapasztalható. Ennek első állomása volt, a Novák Eszter rendezte az Én kis hűtőkamrám című színdarab, ami egy kortárs francia írónak a műve, napjainkban játszódik, és egy érdekes témát jár körbe, egy vegyes kisbolt, nem mondanám plázának, mert ugye annál egy kisebb jelentőségű, de azért egy jelentős árutömeget megmozgató bolt tulajdonosa haldoklik, és végrendeletében a dolgozókra hagyja nem csak a boltot, hanem a részvényeit, tehát egy meglehetősen nagy vagyon. És ezek az egyszerű emberek hirtelen, mint a privatizáció során, egyszer csak vagyonhoz, részvényekhez, lehetőségekhez jutnak. Hogyan él egy nincstelen kis ember ezzel a lehetőséggel? Hát ezt a sokszor nevetséges, mulatságos, sokszor keserű, fordulatokban gazdag történetet járja körbe az író. Majdnem az egész társulatunk benne van, tehát ez azért is jó, mert megint tanúságot tesz arról, hogy micsoda nagyszerű ez a társulat, és ugyancsak ezt a fajta kortárs vonalat viszi tovább a következő bemutató. Igen. Az egyiket mindjárt elkezdi Telihai Péter, most januárban kezd hozzá, és február elején mutatja be a Mikve, avagy a Megtisztulás fürdője című napjaink zsidó közösségében, az Izraelben játszódik, egy kortárs izraeli szerzőnek a művéről van szó, művét. Végtelenül izgalmas, tehát európai szemmel is végtelenül izgalmas a előítéleteknek a szembesülése, egy nagyon-nagyon megrázó, gyönyörű mű. Egyébként Magyarországon a Vígszínházban játszották nagyon nagy sikerrel pár évvel ezelőtt, és aztán érdekes módon ez valahogy úgy elfelejtődött, mert nagyon örülök, hogy ez itt Fehérváron ismét újra bemutatásra kerül. És aztán Zsótér Sándor, akit a színház szerető közönség egy valamiképpen a magyar színház fenegyerekeként ismer, köszönhetően annak, hogy az ő formabontó előadásai sokakat lelkesítenek és sokakat megbotránkoztatnak. Itt is tulajdonképpen valami ilyesmiről van szó, tehát azért mondom mindezt előre, hogy akik a népírtás, és mindjárt hozzáteszem sürgősen az alcímet is, avagy Beteg a májam című, és már ugye ezzel a népírtás, hogyha ehhez hozzáteszem az alcímet, akkor egy kicsit az ember elmosolyodik, tehát ez nem egy horror történetről, nem egy thrillerről van szó, hanem egy kispolgári család nagyon groteszk életéről. Akik fogékonyak is szeretik ezt a fajta színházat, mert azért vannak jócskán ilyenek, azok biztosan örömüket találják majd benne.
No, menjünk el a nagy színpadra, annál is inkább, mert a Játék a kastélyban az egy örök darab. Örökbecsű. Én azt mondom, hogy az idei évadban érdekes, hogy jelzőszerkezetekkel kell felruházni ezt az évadot is, mert hogy egy olyan Játék a kastélyban láttunk, amilyet én például még nem, tehát teljesen más az önrendezésében, egy teljesen más megközelítésből, alapból, és azt hiszem, hogy ez pazar gondolat. Itt azért egy gondolatot hadd tegyek hozzá, és ezt bizonyos szempontból invitál, is, illetve jelzi, egy kicsit így mögé lát ezeknek a dicsérő szavaknak, amiket említettél, hogy azt, hogy a Játék a kastélyban című darabon lehet nevetni, azt mindig is tudtuk. Az, hogy a Játék a kastélyban című darabon sírni is lehet, azt nem tudtuk. Igen. Azt csak most tudtuk meg, de nem az én jóvoltomból, Gáspár Sándor jóvoltából. Ha nem a Gáspár Sándor játssza Almádit, ezt a nevetséges, és ugyanakkor az ő megformálásában végtelenül szánalmas és megrázó figurát, akkor ezt nem tudjuk. De az ő megformálásában ezen az alakon nem csak harsányan nevetünk, mint egy bohócon, hanem sírunk is. És igen, ettől lesz igazából teljes az élmény, és felejthetetlen. Ugyanúgy, ahogy Sági Tamás is remek volt, ahogy Kozári és Ballér Bianca nem különben, úgyhogy ez egy kiváló előadás. Mint ahogy a Rómeó és Júlia is Hargita Iván rendezésében, és ugye az a szép fényes napról beszéltünk, aztán lesz egy Trianon. Na, erre leszünk kíváncsiak, Sárosi István írta meg, kicsit másként ezt a történetet, és ezt Szikora János rendezésében fogjuk látni. A napjaimat most ezzel töltöm. Tehát ha innen elmegyek, akkor visszamegyek a rendező példányomhoz, és azon dolgozom. A Trianon én dokumentumdrámaként jelzem, mint műfajt, és ezt azért tartom fontosnak hangsúlyozni, mert a Trianon kapcsán nem egy elképzelt történetről van szó, hanem olyan a nagy közönség számára ismeretlen dokumentumok kerülnek napvilágra, amelyek egészen döbbenetes igazságokat fogalmaznak meg Trianonnal kapcsolatban. Az, hogy ez hogy történhetett meg. Ennek a megértéséhez nagyon sok dolgot kell számításba vennünk. Sok dolgot tudtunk eddig is, de nagyon sok dolgot nem tudtunk. Ez a nagyon sok nem tudott dolognak a napvilágra hozása Sárosi Istvánnak köszönhető. Én tudom, hogy ő hosszú éveket töltött búvárkodva, történészekkel konzultálva, titkosított diplomáciai jegyzőkönyveket, miután a titkosítást feloldották, hozzáfért, és végig rágta magát rajtuk. Úgyhogy mindezek fényében Trianont másképpen fogjuk látni, és így másképpen látjuk majd a történelmünket is, és a jelenünket is. Érdeklődéssel várjuk. Lesz még Mágnás Miska, Szirmai Albert, például a Horváth Csaba rendezésében, a Kozákról nem beszéltünk, a Bűn és bűnhődésnek megvolt a premierje, Hargita Iván rendezte, nagyszerű előadás volt, Csónaka vagy az özönvíz előtt még jön egy Bagó Bertalan és egy Hargita Iván szerelem ó. És hát itt a beszélgetésünk végén zárjuk keretbe, Szenátus. A meglepetéssel olvastuk, hogy megalakult, mert nem volt előjele, hogy most a Szenátus ilyen gyorsan létrejött, társelnök lett. Milyen gondolatokkal fogadta el ezt a megbízást? Először ugyanilyen meglepetéssel fogadtam, nem a megalakulás, hanem egyáltalán, hogy polgármester úr bizalma rám esett. Végtelenül jól esett, és nem kellett gondolkodnom azon, hogy elfogadjam-e vagy sem, mert jól esett a bizalom, másfelől az elmúlt években olyan sok szállal kötöttem ehhez a városhoz, ennek a városnak bizonyos szempontból nem csak a kulturális, hanem tényleg egyszerűen a hétköznapi életéhez is, hogy azt gondoltam, hogy az, amit én, és most nem a művészt hangsúlyozom ebben, hanem talán csak egy a világot meglehetősen érzékenyen látó emberként
élem az életemet Fehérváron, és ha megkérdezik a véleményemet, hogy bizonyos döntésekben mi volna jó, így volna jó, vagy úgy volna jó, én boldogan engedek az érzékenységem által diktált igazságérzetemnek, és megpróbálom jobbítani azt a világot, ami engem itt körülvesz. Hát ehhez kívánok jó erőt, egészséget, köszönöm. És köszönöm, hogy megtisztelt. Kedves nézőink, és kérem szépen, ne feledjék, ha még színházba szeretnének menni, 28-án Kartonpapa, a Kozák András stúdióban, 29-én pedig Dolgok, amikért érdemes élni, Závodszky Noémi monodrámája. És hát köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!